A tervezés első lépéseként meglátogattuk a helyszínt, és itt találtunk egy leromlott állagú csűrt. A cél az az volt, hogy ezt az épületet újjávarázsoljuk, és mivel kulturális rendezvényeket szeretnének benne tartani a jövőben, ezért téliesítenünk kellett. Mindig az egyszerűségre próbáltunk törekedni, tehát inkább azt kerestük, hogy mennyit lehet elvenni az épületből, ami még, tehát hogy minél kevesebb legyen. Egy nagyon letisztult teret próbáltunk létrehozni, ahol a térbeliség, az a pár játék minél nagyobb erővel tudjon érvényesülni. Egy erős kettősségre épít ez a, ez a, felújítás, hiszen nagyon hitelesen próbálja őrizni a külsejét, anyaghasználatban, csomópontokban, részletekben. Viszont a belső kialakításnál egy kicsit, ha úgy tetszik, bátrabbak voltunk, vagy ott inkább egy kortás formanyelvhez nyúltunk hozzá, és ez a kettő párbeszéde egysége adja úgymond a csűrnek ezt a hangulatát. Mivel, hogy egy meglévő csűrnek a felújításáról van szó, így adott volt a helye is, a pozíciója is, a helyszín is, maga a csűrnek a formája is, annak ellenére, hogy nagyon sok anyag elveszett az épületből. Ezért ahhoz folyamodtunk, az volt a megoldás, hogy Használt, máshonnan bontott anyagból pótoljuk ki a hiányzó részeket. Több szempontból is egy érdekes kísérlet volt, mert autentikusan a környezetbe illő anyaghasználattal tudtuk kezelni az épületet, viszont egyfajta szabadságra is adott lehetőséget, tehát nem éppen nem tartottunk be minden kanont, amit a, a csűr megszab. Az egyik részlete, amire úgy büszke vagyok az épületnek, az a, a galériába fölvezető lépcső, hiszen itt lehet megérezni azt, hogy milyen is volt hajdanán egy ilyen csűrbes. Meg lehet tapogatni a, a bárdolt gerendákat, beszűrődik a fény az oromzat deszkázatai közül, sőt még a, a zsindelyeket tartó léceket is lehet látni, és magukat a zsindelyeket is. Szóval ez, 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 a, ez a följárat, ez, ez igyekszik átmenteni az egykori csőrnek a hangulatát. Ezek az épületek is kell túl sokat visszavenni az időben, és napi szinten használva voltak. azt hiszem, mindannyiunk gyerekként járt már ilyenben, ha nem a nagyszüleinél, akkor a, a, akkor a szomszédban. És ezek részei az identitásunknak. Épp ezért azt üzenem, hogy legyünk erre büszkék, gondoljuk át, mentsük át, adjunk neki funkciót, ö, mert ezáltal nem csak egy épületet mentünk, le, mentünk meg, és környezet tudatosabban Élünk, hiszen nem építünk és nem bontunk fölöslegesen, hanem valamilyen szinten a múltból, a gyökereinkből is átmentünk, amit akár továbbadhatunk a gyerekeinknek, unokáinknak.